Előbb kezdődik az iskolai bálok szezonja. Tavaly a koronavírus járvány rohamos terjedése miatt nem tarthattak szalagavatót a középiskolákban, így az akkor végzősök életéből kimaradt a hangulatos közösségi rendezvény. Bár idén a kormány még nem jelentett be hasonló járványügyi intézkedéseket, vannak olyan iskolák, ahol a biztonság kedvéért előre hozták az eseményt. A Dombóvári I. és Gyula gimnáziumban az igazgató a tanári karral közösen már augusztusban eldöntötte, hogy korábban rendezik meg a végzősök bálját. Azért is hoztuk ennyire előre, mert ugye a tavalyi tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy minél hamarabb rendezzük meg, hát ha az állam olyan intézkedésekre kényszerül, amikkel már nagy zárt körű rendezvények nem tarthatók meg. Tolnán egy-két éve már november elején rendezik meg a szalagavató ünnepséget. A Szent István Katolikus Gimnáziumban idén 52 végzős diák készül fáradhatatlanul a rendezvényre. Az igazgató elmondása szerint szigorú szabályok keretein belül zajlik majd az esemény. A meghívottak, szülők, vendégek védettségük igazolása után jöhetnek be a sportcsarnokba, illetve arra fogjuk kérni a vendégeket, hogy végigviseljenek maszkot. Értelemszerűen a diákok nem fognak maszkot viselni, és nem szükséges a védettségi igazolvány, hiszen az iskolában amúgy is együtt vannak. Szekszárdon a Garai János gimnáziumban ragaszkodnak a tradíciókhoz. Mi úgy döntöttünk még augusztus végén, amikor az éves munkarendet összeállítottuk, hogy maradnánk a hagyományos szalagtűző dátumnál, ami tulajdonképpen általában itt a szekszárdi, de mondhatom azt, hogy Tolna megyei szalagtűzöket zárni is szokta, ez pedig február 5-e. A tervek szerint a Garai János gimnázium rendezvényén is kizárólag védettségi igazolvánnyal vehetnek majd részt a diákok hozzátartozói.